Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. augusztus 28-ai kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Kedves hallgatók, a nyári szünetben előfordulhat, hogy egy-egy nap kevesebb eseményhez írunk jegyzetet. A Newsfilter eredeti terjedelmében szeptembertől jelentkezik újra. Tartsanak velünk nyáron is! Mai témáink. Andrej Danko szerint a Smer és a Hlas már megegyezett. Az SZSZ új főnöke nem oszlatta el a szervezettel szembeni kételyeket. 5 héttel az előrehozott választások előtt még mindig a Smer vezeti a felméréseket, ezért egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Robert Fico lesz az, aki először kap kormányalakítási megbízást Zuzana Csaputová államfőtől. Csak hogy a Smer elnökének igencsak megromlott a renoméja az elmúlt évek során. Rendőrségi eljárás indult ellene és közeli szövetségesei ellen, néhány volt emberét pedig már el is ítélték. Állítólag azonban létezik egy forgatókönyv ennek a problémának a kezelésére is. Andrej Danko a Markíza vasárnapi politikai műsorában azt mondta, hogy létezik egy egyesség, amely szerint Fico hajlandó lenne lemondani a kormányfői posztról is, hogy összetudjon hozni egy kormánykoalíciót. A szeptember végi előrehozott választások egyik nagy visszatérője Andrej Danko és az SNS lehet. A párt, amely 2020-ban kibukott a parlamentből, jelenleg az 5%-os küszöbön billeg, és ha sikerülne bejutnia a törvényhozásba, azzal jelentősen megkönnyíteni Fico számára a kormányalakítást. Danko kormánytényezőként leginkább a következetes orosz barátságáról és kínos bakikkal teletűzdelt megnyilatkozásairól volt híres. Elképzelhető, hogy a Markíza vasárnapi vita műsorában is csak véletlenül kotyogott ki valamit, amiről hallgatnia kellett volna. De az is lehet, hogy csak a saját fontosságát akarta hangsúlyozni, hogy lám ő ilyen egyezményekről is tud. Danko egészen konkrétan azt mondta, hogy Fico a kormányalakítás érdekében hajlandó lenne lemondani a kormányfői posztról is, mégpedig Peter Pellegrini javára. Danko ezzel sok ember gyanúját erősítette meg, miszerint a Hlas csak a látszat kedvéért óckodik a Smertől, valójában nagyon is hajlandó lenne velük kormányozni. Lám már meg is egyeztek. A műsor után hamarosan mind a Smer, mind a Hlas elhatárolódott Danko szavaitól, azt állítván, hogy nem létezik efféle megegyezés. Fico kijelentette, hogy ha a Smer győz, ő akar lenni a kormányfő. A Hlas pedig állítja, a választások előtt semmilyen párttal nem kötöttek egyezményt. Danko szavai azért is gyanúsak, mert az tényleg szokatlan és példanélküli lenne, ha a választásokat megnyerő legerősebb párt lemondana a legfontosabb pozícióról egy másik, gyengébb eredményt elérő párt javára. Azt tudjuk, hogy Fico kétségbe esett, de ennyire az lenne? Bár jó lenne azt hinni, hogy a kapitány csak ismét magára akarta vonni a figyelmet egy bombasztikus kijelentéssel, esetleg taktikázni akarta a lendő koalíciós partnereivel szemben a leleplezéssel. Csak hogy Fico hátralépése valóban logikus lenne, bár nem feltétlenül Danko forgatókönyve szerint. Azt valószínűleg a Smerben is tudják, hogy a vezetőjük mára toxikus politikussá vált. A saját táborukon kívül elég magas az elutasítottsága. Ha Fico hátralépne, azzal sokkal könnyebb lenne eladni egy koalíciót a Hlas felé, és Pellegrini is felmutathatna valamit a nyugati szövetségesek felé, hogy lám, elértem, hogy a főgonosz nem utogassa magát az uniós csúcsokon. Ne feledjük, hogy Fico egyszer már képes volt hátralépni a hatalmon maradás érdekében, 2018-ban, épp Peter Pellegrini javára. Igaz, hogy akkor Pellegrini még a Smer tagja volt, szoros szövetséges, akit rövid púrázon lehetett tartani. Épp ezért problémás Danko állításának második része, miszerint a Smer a Hlas javára mondana le a kormányfői pozícióról. Egy dolog párton belül kinevezni egy bábút, akit aztán szorosan kézben lehet tartani, de hogy egy másik párt kezébe helyezzen minden bizalmat,
az efféle hazárdírozás nem jellemző Ficóra. Ha már hátra kell lépnie valami miatt, csak olyan embert enged majd a kormányfői pozícióba, aki semmilyen módon nem jelent rá veszélyt. Hétfőn összeült a szlovák titkos szolgálat ténykedését felügyelő parlamenti bizottság, miután Zuzana Csaputová a múlt héten visszahívta Mihál Aláácsot a szervezet éléről. A választásokig a szervezetet Tomás Rulisek, Aláács helyettese vezeti, aki a bizottsági ülésen megmutatta azt a levelet, amit az SZSZ írt Bosznia-Hercegovinába a NAKA által körözött Jan Kajauszki ex-rendőr ügyében. Mivel a bizottság ülésén elhangzottak titoktartás alá esnek, ezért csak annyit tudunk róluk, amit a résztvevő képviselők elmondtak, ami nem sok. A legtöbbet Juraj Seliga árulta el, de a levél tartalmáról ő sem nyilatkozott. Mindössze annyit mondott, hogy a Kajauszkit illető információ nem volt pontos és nem felelt meg a valóságnak. Nagyjából ez derült ki a múlt héten a SZMET cikkéből is. A lap szerint a végkifejlett ügy egyik tanúja azt vallotta, az SZSZ hamis információkat adott át Bosznia-Hercegovinának, hogy az ne adja ki a korrupcióval és információk kiszivárogtatásával vádolt Kajauszkit Szlovákiának. A képviselő állításának ellentmond Rulisek kijelentése, aki szerint a Kajauszki ügy kapcsán a médiában dezinformációk jelentek meg. Azt állítja, hogy az összes információt átadták a rendőrségnek az ügy kapcsán. Mivel a levél tartalmát nem hozták nyilvánosságra, mi csak annyit látunk az egészből, hogy ismét állítás feszül állításnak a társadalmat traumatizáló ügyben. Rulisek egyébként igyekezett megnyugtatni az újságírókat, hogy az SZSZ-ben a vádemelések ellenére rendben zajlik a munka. A szövetséges titkos szolgálatokat pedig megfelelő módon tájékoztatják a zajló ügyekről, hogy ne álljanak fenn reputációs kockázatok. Legalább van humorérzéke. Hírek egy mondatban. Ivan Korcsok volt külügyminiszter, szerdán Besztercebányán jelenti be, hogy indul-e az elnökválasztáson. Zuzana Csaputová államfő az idei választáson is a győztes párt elnökét tervezi megbízni a kormányalakítással. A kormány kinevezéséhez azonban szükséges minimum 76 képviselő támogatása, tudatta az elnöki palota. '76 éves korában elhunyt Alojz Rakusz volt egészségügyi miniszter, tudatta a KDH. Rakusz a párt színeiben volt miniszter 1990 és 1992 között. Zuzana Csaputová az Alkotmánybírósághoz fog fordulni, hogy vizsgálják meg a főügyész egy bizonyos kompetenciájának alkotmányosságát. Az államfő ezt Branyo Závodszky műsorában mondta, azzal, hogy nem egyszerű egy ilyen javaslat előkészítése. A Smer után a Republika is úgy döntött, hogy nem vesznek részt a Markíza politikai vita műsoraiban. A televízió reakciójában azt írja, hogy igazságosan akar teret adni minden induló pártnak. A Kassa és Eperjes közti vonatközlekedést az elkövetkező hónapokban a kassai állomás felújítása nehezíti majd. A brit védelmi minisztérium szerint Oroszország törölhette az egyik legfontosabb hadgyakorlatát, mivel kevés csapat és felszerelés áll rendelkezésére az ukrajnai háború miatt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, hogy a háború alatt is megtartják a választásokat Ukrajnában, ha a nyugat segít. Zelenszky arról is beszélt, hogy a Krím esetében előnyösebb és lehetséges politikai megoldásról tárgyalni. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra szerdán.